szeretnék őket csinálni, hogyha egy fát kivágunk, akkor legalább kettőt kell helyette ültetni. És akkor a természet mindig megmarad. De gyerekek, mit beszéltük, mielőtt elindult? Igen, elmondtuk, hogy miért beszéltük, hogy miért történik most a faültetés. Óvodások, iskolások, gerebjékkel, ásókkal felszerelkezve érkeztek a Tatai útra. Szomódon egy tavalyi vihar után felmérték, mely fák veszélyesek a környezetükre. Kivágták őket, helyettük pedig a legifjabbakkal közösen ültettek új csemetéket. És akkor most, ami megmaradt föld, azt el lesz szépen körbehúzni. 2015. júliusában falunapot szerveztünk, én már odanak sokadikat, és hát pont akkor volt az a nagyon erős vihar, amelynek során számtalan fa kidőlt a településen, illetve hatalmas ágak estek le az utakra. Nagyon örülünk, hogy személyi sérülés nem történt, sajnos ingatlanokban is történt kár, ezért a képviselőtestület úgy határozott, hogy azokat a fákat, amelyekről azt gondoljuk, hogy balesetveszélyes, azokat eltávolítjuk, a balesetveszély személyi és a dologi kár bekövetkezésének az elkerülése érdekében, és ezeket pótolni fogjuk, és most jött el az ideje azt, hogy pótoljuk ezeket a kivágott fákat. Milyen fákról van szó, és milyenek kerültek a helyükre? Mindenképpen olyan fákat szerettünk volna ültetni, és ezt szakemberrel is egyeztettük, amelyek 2,5-3 méternél nem nőnek magasabbra, és nem rendelkeznek akkor alomkoronával, hogy az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás következtében esetlegesen újabb fakidőlések, illetve bármilyen kár következzen. Rendeltünk gömbakácokat, japán cseresznyét, illetve galagonyát is. A jövőben továbbra is figyelemmel követik a régi, nagyobb fák sorsát, illetve azt, hogy mennyire betegek, mennyire veszélyesek. Ez egy folyamat első lépése? Igen, én azt gondolom, hogy ez kötelességünk azoknak a fáknak az eltávolítása, amelyekről szakember megállapítja, hogy köz, illetve magánszemélyre, vagy bármilyen egyéb veszélynek az okozására alkalmas. Ezeket mindenképpen szeretnénk eltávolítani, és hát természetesen pótolni, hiszen egy környezetbarát településről, környezetbarát önkormányzatról van szó, azért annak rendje módja szerint pótoljuk olyanokkal, amelyek azt gondoljuk, hogy a település képbe is illenek, illetve megfelelőek a időjárás viszontagságainak is. A gyerekek pedig megígérték, hogy figyelemmel követik a most elültetett csemeték sorsát, tavasszal pedig ellenőrzik, kihajtottak-e az ágak, majd meg is locsolják őket. Több tonnányi élelmiszer, bútor, ruha, játék, használati tárgy, elektronikai cikk, játék, sportszer, könyv sorakozott a Homár transzraktárában. Talán egész évben ilyenkor a legszínesebbek a polcok. A segítő jó barátok és az ő barátaik száznál is több vállalkozás gyűjtötte össze, adományozta azokat az ajándékokat, amelyek ezekben a napokban kerülnek rászoruló gyermekek otthonaiba. A Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltatóban élő gyermekek, Komárom-Esztergom megyében ez közel 400 gyermeket érint, de országosan 4000 gyermeket. Ezeket az adományokat itt Komárom-Esztergom megyei gyermekek, mint a lakásotthonban lévő gyermekek, vagy nevelkedő gyermekek, mint pedig a nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekek kapják meg. Az adomány nagyon-nagyon sokrétű, mint tartós élelmiszer, gyermekjátékok, vadonatúj ruhák, bútorok, ülőgarnitúrák, vadonatúj számítógépek, tisztálkodási szerek. Rettenetesen sokrétű felajánlás volt, burgonya, édességek, és ehhez rettenetesen sok cég járult hozzá. Én azt mondom, hogy most jelen pillanatban nem is tudnám felsorolni, mert több száz vállalkozás mozdult meg, több száz olyan vállalkozás, aki úgy gondolta, hogy segíteni szeretne. Van még egy lépés, hiszen az agórában találkozhatnak majd a gyerekek is az adományozókkal, illetve egymással. Így van, ez a záró programunk az idei évben. Ott a gyermekek, az adományozók, családok, vállalkozás vezetők mind-mind képviseltetik magát, hiszen nagyon fontos az, hogy a gyermekekkel kontaktálódjunk, ott legyünk, a nevelőszülőkkel, a pedagógusokkal közvetlen kapcsolatba kerüljünk, hiszen ez egy olyan visszajelzés, hogy örülnek, intenzívebben megismernek bennünket, és nem csak a vállalkozások vezetőit látják, nem csak az újságban olvasnak azokról a vállalkozásokról, akiknek is segítenek, hanem igenis ott jelen vannak, és érzékelik az összefogást és azt a sok-sok szeretetet, ami irányukba megvan.
A kezdeményezők között Kuruc Erika saját szakmájával is segített a fiataloknak az ünnepekre megszépülni. A segítő jó barátok által ismertem meg Honosiné Mára Ágnest, és ő ajánlotta föl, hogy esetleg beszállhatunk ebbe az adománygyűjtésbe, és hát mi ezzel tudunk hozzájárulni a gyerekekhez, hogy a kapcsolataink révén sok gyerekhaját le tudunk vágni. Milyen volt az élmény számotokra? Hát nekünk mindig nagyon jó, mert nagyon sok adományt is össze tudunk gyűjteni a vendégeinken keresztül, és hát legalább 150 gyerekhaját ilyenkor meg tudjuk csinálni, ami szintén nagyon jó, egy kis gyereknapot szoktunk nekik ilyenkor összehozni. Milyen a visszajelzés? Mennyire örültek ennek? Hát a gyerekek szerintem nagyon örülnek, vannak most már visszajáró vendégeink is, ugye most már több egyszer rendezzük meg itt a megyében is és más területen is, és hát nagyon szeretik a gyerekek, néha rám írnak, hogy jönnének és ilyen meg ilyen hajat szeretnének, úgyhogy készülnek rá. A Szentágot a fiataljai mostantól pedig az ünnepekre készülnek. Új bútorokkal, hasznos kiegészítőkkel, ajándékokkal és természetesen sok-sok élménnyel. Több a bányászat hagyományait felelevenítő előadás hangzott el a Szent Borbála hagyományőrző emlékülésen. A harmadik alkalommal megrendezett konferencián a szakmakultúra szimbólumairól, az első tatabányai bányászokról, de a levéltár ide vonatkozó műszaki rajzairól is szó volt a múzeum, valamint a Bányászati és Kohászati Egyesület rendezvényén. Szent Borbála kultusza talán azóta vált még erősebbé, mióta megszűnt a bányászat tatabányán. Szent Borbála nap a magyar néprajzban is egy jeles ünnep, de tatabányán a bányászatnak külön jelentősége kerül legyen, gondolom, mivel Szent Borbála a bányászok védőszentje, bár nem kizárólagos, pont erről szólt az egyik előadás az enyém, hogy más védőszentek is voltak a történelem során, de mindenképpen fontos, hogy Szent Borbála egy ilyen városban része a város hagyományainak. És értem, azért van Szent Borbála napja, közel a rendezés is, hogy erre fölhívjuk a figyelmet. Szent Borbála egy korai keresztény vértanú, 30. században élt a legendája szerint, keresztény hite miatt szenvedett mártíromságot, és a középkor során az segítő szentek közé tartozott. Ezeknek az volt a feladatuk, hogy a bajba jutott keresztény embert segítették az égiek felé. Szent Borbála konkrétan a hirtelen halált a fenyegeteteket segítette, hogy ne menjen le senki sem úgy, hogy a utolsó kenetet nem veszi föl. Tehát vagy addig életbe tartja a szerencsétlent, vagy pedig a Szent Borbála való fohász, mint egy pótolt az utolsó kenet felvételét, tehát a lélek megtisztulva juthatott el az úr ítélésszék elé. Ez a középkor embereknek fontos volt. A bányászok ugye egy olyan szakma, ahol a hirtelen halál bizony előfordul gyakran, tehát ezért került Szent Borbála a bányászok letabányozók védőszentje, megjegyzem, nem csak a bányászoké, hanem minden más olyan szakmáit, tehát tűzszerészeké, tüzéreké, ahol ez a hirtelen halál esetősége fönnáll. Hogyan változott Szent Borbála kultusza, ha mondhatjuk így, tatabányán az elmúlt évtizedekben? Erősödött, vagy pedig változott? Most tatabánya az a bányászelepülés volt, a Szent Borbála kultusza a kezdet-kezdetén nem volt igazán erős. A tatabánya bányászat egy kései, a századszó tájékán meginduló a bányászat, és ebben az időszakban általában a keresztény kultuszok már visszaszorulóban vannak. Ráadásul itt bejött egy olyan gondolat is, hogy ez a korszak az, mikor van egy mozgalom, hogy a magyar bányászoknak magyar védőszentek kellenek. Így tatabányán a bányászat védőszentjeként elsősorban Szent István tisztelték, de persze sokféle területre jöttek a tatabányai bányászok, a monarchia minden vidékéről, hozták a Szent Borbála kultuszát is. De ez a kultusz, megkockáztatom, korán sem volt annyira domináns, mint most, mikor megszűnt a bányászat, és ennek mint egy ellenhatásaként a hagyományokat kezdték erősíteni nagyon helyesen a helyi közösség, és így került elő, sőt kapott a korábbi nagyobb hangsúlyt Szent Borbála kultusza. Általában a figyelmetlenség okozza a legtöbb kisebb közlekedési balesetet. Az első ijegység után az autósok rendőrt hívnak, pedig az anyagi kárral járó esetek nagy része a hatóság nélkül is gyorsan rendezhető. A hogyanra hívta fel a figyelmet a tatabányai rendőrkapitánysága a helyi bevásárlóközpontban. A tatabánya területén, illetve a kiterjesztve az illetékességi területünkön nagyon elszaporodtak az anyagi kárral, illetve a személysérüléssel járó balesetek száma. Mai napon pedig egy Mit tegyünk baleset esetén címmel egy közlekedés biztonsági napot szervezünk, és itt az érdeklődők részére elmondjuk,
hogy mit kell tenniük, hogyha szimplán anyagi kárral, illetve a sérüléssel jár egy baleset. Ugye nagyon sok esetben azért hívnak rendőrt a balesetben részes felek, mert nem tudják, hogy mi az eljárás, mit kellene tenniük. Elmagyarázzuk nekik, hogyha csak anyagi kár van, akkor szimplán egy kárbejelentő lappal tudják intézni a biztosítójuk felé a kárukat, ezzel meggyorsítva az ügyintézést. Mi a tapasztalat? Ha kell, ha nem, mi rendőrt hívunk? A tapasztalat igen, az már a kollégák mire megérkeznek a helyszínre, addig a felelősség kérdése már tisztázott, csak éppen nem tudják, hogy hogyan tovább. Tehát mindenért most már rendőrt hívnak. Hogyha személyi sérülés is van, akkor mi a teendő? Legyünk egy kicsit ismeretterjesztőek is. Ha személyi sérülés történik, akkor mindenképpen kell rendőrt is hívni, tehát ha érkezik a mentő, akkor azon keresztül mi is jelzést kapunk és érkezni fogunk a helyszínre. Környeországosan is a legnagyobb méztermelő, már ami az 1 négyzetméterre eső méh családok számát illeti. Nem véletlen hát, hogy több szervezetnek is a mézzel kapcsolatos programok jutottak eszébe a tervezéskor. A szándék tehát adott volt, a környeiek pedig bátran vállalkoztak a mézes kalács versenyre. A mézes kalács készítő verseny, illetve kiállítás az hagyományteremtő itt környén. Tudni kell, hogy több szervezet fogott össze, hogy mindez létrejöjjön. Amikor az esemény naptárát állítottuk össze környének, akkor derült ki, hogy a Vöröskereszt, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Művelődési Ház és a Könyvtár is tervezett valamilyen mézes programot. És úgy gondoltuk mi szervezők, hogy ne külön-külön fussunk neki ennek a tematikus történetnek, hanem fogjunk össze. És ebből fakadt a kiállításra a felhívás gondolata, illetve hogy kössük össze egy mézes kalács díszítő nappal, ami után a falu karácsonyfáját is feldíszítjük. Nagyon-nagyon jó érzés volt, amikor elkezdtek érkezni a mézes kalácsok. Megmondom őszintén, talán mi magunk szervezők sem reméltük, hogy ilyen pozitív fogadtatásra talál ez a kezdeményezés, hiszen 11-en neveztek. Köztük gyerekek is, tehát két kis gyerkőcünk is van. Bizony látszik az ő alkotásaikon, hogy valóban ők díszítették, de ez adja az értékét annak a fenyőnek és annak az advanti koszorúnak, amit például a kaszab nagy testvérek készítettek el. Található olyan alkotás, a Vackó Róvoda és Bölcsöde kollektívája készítette, amely 11 nagy főelemből áll össze, több figurás elemekből is, illetve apróbb karácsonyfákból. Megtalálható a falu temploma, például mézes kalácsból lett elkészítve, illetve a szökőkút is. Több adventi koszorunk is van, és ami azt gondolom, hogy elárulhatom a televízió nézőknek, a legtöbb voksot kapta, tehát amelyik az első helyezést elnyeri, az egy valóban egy mézes kalács házikó, Lerek Nikoletta készítette, ő 18 esztendős. Érdemes megfigyelni az alkotáson a részleteket, hogy például a fa törzse ropiból készült, a habas lombkoronája, hogyha mondhatom így, az pattogatott kukoricából, a fényfüzér az ziziből, és még a füst is gomolyog a kéményen. Tehát minden olyan kis frappánsan állt össze ebben, hogy valószínűleg ez is okozhatta, hogy a legtöbb szavazatot kapta. A Facebookon, a Művelődéséhez Facebook oldalán, illetve személyesen lehetett szavazni, ami a fogadókészségét is jelzi, hogy a Facebookon 750-en szavaztak, és bizony 160-an vették a fáradtságot, hogy személyesen bejöjjenek ide, és személyesen voksoljanak valamely alkotásra. Minden nevező kap egy üveg mézet, egy akácmézet, és az első három helyezett pedig szintén a Simon Méhészet felajánlásaként egy mézből összeállított ajándékcsomagot, ha már ugye mézes kalácsütő verseny. És még egy apró információ, amit talán nem nagyon sokan tudnak. Valószínű, hogy a négy szervezet gondolatában is ez a méz azért fogalmazódott meg, hogy kapcsolódjon egy-egy rendezvényhez, mert azt azért környéről tudni kell, hogy országos szinten a legnagyobb az 1 négyzetméterre eső méh családok száma környén. A német ajkú lakosság is felhasználja a mézet, mint alapanyagot az ünnepi készülődésben. Különböző kalácsokat sütnek és őrzik a nagyszülők hagyományát a karácsonyi menü összeállításakor is. Németországban tartományonként különbözik, hogy hol milyen mézes süteményeket sütnek. Dresdában a Dresdai Stollent sütik, Hamburg és környékén a gyümölcskenyereket, és lent Baden-Württemberg környékén meg a lépkuheneket sütik.
Itt mi a gyerekeket egy kis mézes kalács sütésre szerettük volna benevezni, illetve nem sütésre, csak díszítésre. Reméljük, hogy ennek hagyományt tudunk teremteni. Egyébként a környeiek, hogyha német ajkúakról van szó, akkor hogyan készülnek a karácsonyra? Sütnek, főznek? Ezeket a német kalácsokat is megsütik? Igen, a mi családunk az általában a drezdai stólent sütötte meg, ugye a nagyszüleim oda lettek kitelepítve, és hát különböző ételeket is hoztunk magunkkal. A nagypapám még például szenteste nem halat ettek, vagy halászlevet, hanem úgynevezett dunstivorstot. A dunstivorst az pedig egy borban és paradicsomlében főtt füstölt kolbász, ezt reszelt ormával és friss kenyérrel ették. A mézes kalács versenyben harmadik lett a Vackor óvoda és bölcsőde, második helyezést ért el Szappanos Jánosné, míg az első helyért járó díjat Lerei Nikoletta vette át. Stílusosan megfogalmazva a finiséhez érkezett a Szomódi Íris Kert iskola tornacsarnokának építése. A műszaki átadásra már csak 2 hetet kell várni. Ezekben a napokban került fel a speciális burkolat a teremben. Éppen a sportburkolat lehelyezésének az előkészítését végzik a szakemberek. Most kellősítik a felületet, és akkor erre jön még egy felületkiegyenlítés, és utána jön a sportburkolat, tehát ez már ugye egy tornacsarnoknak a legvégső fázisa. Az egyéb helységek, tehát az öltözők, a vizes blokkok, tanári szoba, orvosi szoba pedig úgymond a berendezésre vár, tehát az épületgépészet villamosság elkészült. A kivitelezővel végzett egyeztetések alapján, hogy december 19-én nők szeretnék megtartani a műszaki átadás átvételt, aminek úgy gondoljuk most így a ránézésre és hát más, tehát műszaki ellenőr véleményére hagyatkozva is, hogy ennek nincs akadálya. Tehát december 19-én úgymond kész az épület, és akkor itt utána következik a használatba vételi eljárás, ami reméljük, hogy gördülékenyen fog menni, és január közepén, január végén legkésőbb megindulhat a sportélet a csarnokban. A régóta várt beruházása a diákok mellett az egész község számára sportolási lehetőséget, közösségi helyet teremt, birtokba januárban vehetik a helyiek a csarnokot. A 2016 áprilisában megkezdődött beruházás a mindennapos testnevelés óráknak a kielégítését szolgálja. Ezen kívül természetesen szeretnénk különböző sportrendezvényeket, illetve délutáni sportprogramokat is megrendezni itt a Szomódi tornateremben. Milyen összegből valósul ez meg? A kivitelezés költsége az bruttó 190 millió forint, amely közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra a kivitelező, ugye ezt a Nemzeti Sportközpontok intézi, de a teljes bekerülési érték az a 250 millió forintot jelenti. Régóta áhított beruházás ez itt? A gyerekek most hol sportolnak? Nagyon régóta várjuk ezt a tornatermet, hiszen a gyerekeknek le kellett vonulniuk a művelődési házba, amely nem kifejezetten alkalmas arra, hogy tornaórát tartsanak ott. Tehát gondolok itt az időjárás viszontagságait is figyelembe véve kellett alkalmazkodni a gyerekeknek, illetve a pedagógusnak. Hát valamint kijártak a focipályára is futni, úgyhogy azt gondolom ezt, hogy a iskolától egy 6 méterre megvalósul a tornaterem, az egész település érdekeit szolgálja. Tatabányai látogatásán az adventi készülődésről is beszélgettünk Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel. Az erdélyi árva gyermekeknek otthont adó Dévai Szent Ferenc Alapítvány különleges lehetőséggel készül a szeretet ünnepére. A mai világban is ugyanúgy minden ember szükségét érzi azt annak, hogy szeressék őt, hogy elfogadják, hogy szeretetet kapjon. És én azt gondolom, nagyon fontos tudatosítanunk magunkba, hogy bármit is felépíthetünk, bármennyi diplomát összeszedhetünk, bármit elérhetünk, az mind itt marad. Egyetlen dolog jön velünk, hát a saját és a szeretteink halhatatlan lelke. Tehát a túlvilágon ottan, hogy mondjam, ezeket a most még nagyon fontos csomagoló papírokat, kellékeket, amik meghatározzák az életünket, hát nem fogjuk magunkkal vinni. És milyen jó lenne, hogyha
ott túlfelül az örökké valóságba, hát örömmel, szeretettel tudnánk egymást átölelni és együtt lenni. Adná az Isten tényleg, hogy több szeretet legyen bennünk egymás felé. Az ember mindig kellene fókuszáljon, hogy éles legyen a kép, hogy az, ami fontos, az megmaradjon, s a többi nem. Tehát én látom, hogy már 24 éve, 25 éve foglalkozok gyermekvédelemmel, több mint 5600 gyereket fogadtunk be ezek az évek alatt. Jelenleg olyan 2138 gyerek van bent az intézetben. De én azt látom, hogy igazából ami megmarad, az csak a lelke a gyermeknek. Tehát maga ezek a nagyszerű gyerekek, akik közben megnőttek, családanyáká váltak, kibontakoztak, tehát ez ami fontos. És hát azt hiszem, hogy aki egy kicsit már járkált ebbe a Föld nevű projektbe, jó Istennek ennek a, hát a szép álmába, az életbe, az látja, hogy mennyire múlandó, mennyire sebezhető minden. Tehát az emberi kapcsolataink, azokra szeretném, hogy fókuszálnának a kedves nézők. A Bévai Otthonban hogy készülnek a fiatalok, illetve azok a felnőttek, akik már ott, akik még ott maradtak a karácsonyi ünnepekre? Hát úgy van, hogy hát most ezt akkor a reklám helye is lehetne, mert mi minden évben megnyitjuk a házainkat, ünnepek tájékás, azt mondjuk, akinek nincs a kivel, vagy ahol, vagy jobb ötlete nincs, azt mi szívesen látjuk szilveszterezni. Ugye ott maradnak a gyerekek, és akkor hát ez egy kicsit arról is szó, hogy mi szívesen fogadunk nagybácsit, nagynénit, nagymamát, nagytatát, tehát hogy vidámabb legyen a gyerek otthoni karácsony, mert biztos, hogy adhatunk ajándékokat is, de ha valaki eljön, és hát mondjam úgy, szíveszter estén megtáncoltat néhány gyereket, és elmegy csavarogni a fiúkkal, vagy focizni, vagy nem tudom, hát az biztos, hogy sokkal nagyobb élmény. Úgyhogy nem csak adományt lehet adni, hanem te magad is ajándék lehetsz. És ez olyan szép gondolat, hogy ugye karácsony estén Jézus nem ajándékot hozott nekünk, hanem ő maga volt az ajándék. Tehát nem egy csomó mennyei kütyüt hozott Máriának, Józsefnek, hanem hát ő volt az áldás. És adna az Isten, hogy mindannyian az idei karácsonykor úgy készüljünk fel adventbe, hogy egymás számára Isten ajándékai lehessünk. Kettős céllal várták a tataiakat ma délelőtt Kertvárosban. A Deák Ferenc és az Öveges utca sarkán lévő üzlet nyitvatartási idejét a jövőben egy Braille írásos tábla is jelzi, valamint az üzlet ablakain Kertváros történetéről is olvashatnak a tataiak. Folytatjuk azt a korábban megkezdett hagyományt, hogy Kertváros múltját bemutatjuk köztéri lehetőségként egy üvegportálon, üzletportálon, és ebbe egy izgalmas témával folytatjuk, amit már ugye másút megjelentettünk itt a Pezsgőgyár melletti területen, de itt mind a két lehetőségnél, az Öveges utcai üzletnél, illetve a Diófa utcai üzletnél is kitesszük azt a táblát, ami tükrözi azt a szituációt, amikor a lóversenypálya és a mai beépítettség együtt látható. A találkozó második része az is egy régebben megtervezett elképzelés volt, hogy itt a mögöttünk álló üzlet nyitvatartására olyanok számára is adjunk információk, akik ezt nem láthatják, hogy ők a brájírással is el tudják olvasni ezt az információt, és segítsük őket az esélyegyenlőséggel mindenképpen, hogy ők is el tudjanak ide nyugodtan jönni vásárolni, és egy teljesebb körű tájékoztatást kaphassanak. Az önkormányzati képviselő azt is elmondta, hogy Tataváros önkormányzata szeretné további akadálymentesítő intézkedésekkel megkönnyíteni a látássérültek mindennapjait. Szabóné Berta Irén, a Vakok Állami Intézetének igazgatója elmondta, örömmel fogadnak minden hasonló kezdeményezést. Minden, ami egy plusz figyelmet jelent a látássérült emberek számára, az egy öröm és egy plusz dolog. Lakóinknak jeleztük, hogy lesz ilyen, nem véletlen, hogy elég sokan el is jöttek, ki is próbálják, míg olyan is, aki éppen most tanulja a Braille-t, hiszen nem mindenki tud a látássérült emberek közül sem ezzel a kommunikációs eszközzel bírni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, egy gesztus jellegű ugyan, de mégis arról szól, hogy élnek itt már Tatán is nagyobb számban olyan emberek, akik egy speciális szükségletű réteg, akár a kommunikációjukban is speciálisak, tehát így a tapintható írás számukra egy plusz lehetőséget ad. És én azt gondolom, hogy minden ilyen nagyon fontos.
Az elnökasszony szerint a költségvetés szempontjából is jó évet zárt a német nemzetiségi önkormányzat Tatán a 2016-os esztendőben, bár a feladatok java már mögöttük van, év végéig még néhány apróbb módosításra van szükség. A mai ülésünket azért hívtuk össze, mert elsősorban pénzügyi kérdésekben kell még döntést hoznunk. Az egyik ezek közül a 2017. évi költségvetési koncepció előkészítése megtárgyalása, a másik pedig a 2016-os költségvetés módosítása, ugye ez mindig annak függvénye, hogy a támogatások, állami és egyéb támogatások hogy jönnek be, és akkor azokat hogyan tudjuk hát realizálni a programjainkon. Ezen kívül pedig az előttünk felsorakozó néhány tennivaló még, ami ebben az évben aktuális. Ma délután, Agostyánban 5 órától idősek napja lesz, ezzel együtt ott is beszámolunk az éves programjainkról, tevékenységünkről. Mindezt december 2-án közmeghallgatás keretében is megosztják majd az érintettekkel 17 órától a Német Nemzetiségi Múzeumban. Ezt ott követni fogja egy karácsonyváró kis műsor, a tolnai gyerekek karácsonyi Kriszkindl játéka, majd a Dunaszent Miklósi kórus éneke és egy kis csendes együttlét beszélgetés követi majd. Én azt gondolom, hogy az idei évben nagyon jó évet zárhatunk, hiszen nagyon sok olyan fontos és nagyobb volumenű programot is meg tudtunk valósítani, aminek az alapját elsősorban az jelentette, hogy a költségvetésünk nagyon pozitívan alakult. Ebből az egyik volt ugye a megyei svábbál megrendezése januárban, ami hát mindig nagyon nagy esemény, több száz résztvevővel, ez nagyon sikeres volt idén is. A kórus találkozó, ami hát legalább kistérségi szintre korlátozódik, de hát távolabbról is jönnek például Dorogról, vagy egyéb helyiségekből német nemzetiségi kórusok. Ez is mindig népszerűségnek örvend. Múlt héten volt német nyelvű szentmise, ami a bai kórus részvételével és az ottani aktivisták lelkes támogatásával nagyon jól sikerült, és hát tulajdonképpen nagyon sok minden zajlott. Az önkormányzat hagyományos programjait a tervek szerint jövőre is megrendezi, az ezekkel kapcsolatos pénzügyi előkészítések is folyamatban vannak már. A Szentkereszt plébánia templomban várták a tataiakat advent első vasárnapján. Mihály József polgármester köszöntőjében is hangsúlyozta, hogy a karácsonyvárás időszaka hívőknek és nem hívőknek az életében is fontos. Készület nélkül az életben semmi sem tud jól sikerülni. A legfontosabb dolgok egyike, hogy ha valami célt magunk elé tűztünk, azt ne akarjuk azonnal megkaparintani, hanem egy folyamaton kell túlélni magunkat, rá kell készülnünk, föl kell készülnünk, és az igazi készület tudja megadni a nagy ünneplést. Tataváros képviselőtestülete 2015-ben díszpolgári címet szavazott meg Kozma Imre atyának, irgalmas rendi szerzetesnek, amelyet az adventi vasárnapon adott át Mihály József polgármester. Egy szép alkalmat kerestünk, akkori alkalomra nem tudott eljönni atya, így mai napon itt a Szentkereszt templomba adjuk át számára ezt a kitüntetést, ami azt jelenti, hogy a hálánkat és a köszönetünket szeretnénk kifejezni neki személyesen, és rajta keresztül Mátei szeretett szolgálatnak, mindazért a jóért, amit az elmúlt 25-26 évben a Tatán élőkért a szeretett szolgálat tett. A Jóisten fizesse meg nekik százszorosan a jóságukat. Atyát, Kozma Imre atyát pedig a Jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig még itt közöttünk. Jöttem, mint ahogy Jézus is jön, mert az advent az azt jelenti, hogy a mi Urunk eljön. Természetesen azt hallottam, hogy szeretettel várnak engem is itt, de Jézust mi még nagyobb szeretettel várjuk. Az a várakozás, ami a hívő emberben van, az mindent felülmúl. Persze azt se szabad elfelejteni, hogy azt mondják, hogy ez egy Isten nélküli világ. Akkor azt is el kell, hogy mondja az ember azt a kétségét is, hogy vajon a világ is várja Jézust, vagy csak a hívő emberek várják Jézust. Én azt hiszem, hogy mindegy, hogy várja vagy nem várja az ember,
az Istent, az Isten eljő, és mindazokat a határokat legyőzi, ami lehet Isten és ember között, egészen emberré lesz, és neki nem idegen ez a világ, még ha nekünk néha idegennek is tűnik az Isten, Istennek mi nem vagyunk idegenek, mert az Istennél nem az számít, hogy ki hívő, meg ki nem hívő, Istennél az ember számít, és el akarja hozni mindenkinek azt az örömöt, hogy ő hozzánk tartozik, hogy értünk Isten, és azt akarja, hogy mi meg egymáshoz tartozzunk, és egymásért legyünk. A díszpolgári cím átadása után az ökumenikus adventi áhítaton résztvevő énekkarok meghitt hangulatot varázsoltak a templomba. A tatai énekesek mellett felléptek más települések énekkarai is. Már a hajnali órákban megnyitott a kapuit a Vadlud sokadalom, korán reggeltől figyelték a ludak kihúzását a tatai Öregtó partjáról. Több természetvédelmi és madártani egyesület összefogásával született meg a rendezvény, melyen minden évben természeti kincseink óvására hívják fel a látogatók figyelmét. A város pedig különösen büszke arra, hogy ilyen ritka látványosságnak adhat otthont. Nagy-nagy öröm az, hogy és megtiszteltetés, hogy a Teremtő azzal látott el bennünket, hogy ilyen gyönyörű környezetet ajándékozott az itt élőknek, de egész biztos, hogy fordítva történt, tehát az itt élők látták, az őseink látták azt, hogy ez egy gyönyörűséges hely, és érdemes itt tanyát verni. A feladatunk viszont most az, hogy ezt a tanyát úgy őrizzük meg, ahogy kaptuk. 22 ezer vadlud éjszakázott a tómederben, az országban pedig több mint 240 ezer vándormadár vendégeskedik a legfrissebb adatok szerint. A Kárpát-medencében csupán néhány tucat olyan háborítatlan terület van, ahová az állatok évről évre visszajárnak pihenni. Hiszünk abban, hogy az embereket meg lehet arról győzni, hogy amit itt tapasztalunk, magán a Tatai-Öregta van, illetve a többi vadvíz területünkön is, ez csak közösségi összefoglással őrizhető meg. Tehát ez a legfontosabb. Fiatalokat is vonz a rendezvény, hiszen madár megfigyelő versenyt is hirdettek a szervezők, ez pedig remek alkalom arra, hogy kipróbálják magukat a gyakorlatban a jövő madarász szakemberei. Gyermekkorom óta már foglalkozok így madarakkal, tehát járok ki a madár megfigyelésekre, ilyen rendezvényeken kezdtem én is, és ez így teljesen elragadott ez a megfigyelés, tehát ez a madarakkal való foglalkozás. Az égre pedig más napokon is érdemes felnézni Tatán. Február végéig minden reggel sok ezres csapatokban vonulnak élelmet keresni az északi vadludak. Párkapcsolatokról szóló előadást hallgathattak meg az érdeklődők Pál Ferenc ismertebb nevén Feri atya tolmácsolásában. A római katolikus pap és mentálhigiénés szakember ezúttal is remek útra valóval szolgált a tataiaknak. Párkapcsolati témát hoztam, mégpedig nyilván valami olyasmit, ami aztán karácsonykorra megteremheti a maga gyümölcseit, például, hogy milyen nagy jelentősége van újból és újból visszatérni az együttérzéshez, a megértéshez és a társunk tiszteletéhez és megbecsüléséhez, akkor is, hogyha nagyon nehéz vele élni. Nagyon sok jó és nemes élet célunk lehet, és a társkapcsolat fönntartása, hogy tartósan elégedetten tudjunk együtt élni, kifejezetten sok időt és energiát igényel, amit könnyen aztán úgy gondolhatunk, hogy már nem érdemes befektetni. Érdemes természetesen elgondolkodni, és aztán a gondolkozásból valamilyen jó szándékú cselekvésig eljutni. Az adventi lélekgyógyászat sorozat alkalmai egyre népszerűbbek a tataiak körében. Szerintem így Böjte Csaba és Pál Feri együtt kérdést nem vett fel senkibe, hogy miért így őket hívtuk meg, és nagyon-nagyon örültem, amikor tavaly mind a kettőjük szívesen elfogadta a meghívásunkat, és akkora sikerük volt. Tavalyi évben is egy karitatív akcióval összekötve, és az idei évben is, hogy ezt hagyományként szeretnénk majd továbbvinni a jövő években is. A mai előadás bevételének egy része a Pál Feri alapítványhoz kerül, egy része pedig mint a Böjte Csaba előadás bevétele a Tatai Újítő Diák Otthon szeretnénk vele támogatni. Továbbra is várunk eszközadományokat, tehát ruhákat, cipőket, játékokat, amik a tatai gyerekek, a diák otthonban lakó, illetve tanuló gyerekek és családjai kapnának meg, vagy a Kristály Imperiál Hotel recepciójára tudják eljuttatni ezeket az eszközadományokat, vagy közvetlen a diák otthon is várja a jelentkezésüket. A Kéz a Kézben alapítványuk, Sósné Balázs Gittát kellene megkeresni majd.
Három osztály 76 diákja kapott szalagot a Tatai Református Gimnázium szalagavató ünnepségén. Az iskola történetének 9. végzős évfolyama búcsúzik ebben a tanévben alma máterétől. Ilyenkor egy végzős osztályfőnök mond beszédet a templomi ünnepélyen. Ez most Ederman Katalina A-osztályosztályfőnöke volt. Én magam a diákoktól a Prédikátor könyve 3. részének a kezdő szavaival búcsúztam. Mindennek rendelt ideje van. Ma a táncnak, a vidámságnak volt ideje. Holnaptól a kövek egybegyűjtésének, az építésnek, az érettségi vizsgára való készülésnek lesz itt az ideje. Illés Dániel, az iskola igazgatója a Tatai Gimnáziumban, először élte át a szalagavatót osztályfőnökként. Ez most nekem kettős, mert sok szalagavatót megértem korábbi munkahelyemen osztályfőnökként is, igazgatóként is. Itt a Refiben még eddig csak igazgatóként éltem át ezeket az érzéseket. Gondoljon mindenki arra, aki szülő, hogy mit érez akkor, amikor a gyermeke elfele készülődik otthonról, kirepülni készül. Nekünk valamennyi gyermek egy picit olyan, mint a sajátunk, és picit megkönnyezzük őket így a búcsúzás közelettével. Nálunk hagyományosan a Kálmán Attila igazgató úrunk által megalapozott hagyományok szerint két része van a szalagavatónak. Van egy templomi ünnepi istentisztelet, ahol egyrészt a diákok műsort adnak, a végzősök, az istentisztelet után ott hangzik el a osztályfőnöki búcsúbeszéd, és ott tűzzük föl a szalagokat. Az második rész az edzőtáborban a szalagtűző bál, ez nálunk hagyományosan a palotással kezdődik. Amennyi újdonság volt ebben az idei évben, hogy élő zenére táncoltak a fiatalok, úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült. Picit féltünk tőle, mert ez nehéz. Aztán folytatódik az osztályok táncával, angol és bécsi keringőkkel, és hát utána jön a bál, és azért a diákok mindig készülnek egy kis saját tánccal, egy kis saját ízlésük szerinti flashmobbal, hát az is helyet kapott a közeli félig tartó bálon. Családias hangulatú összejövetel tartottak a Honvéd Bajtársi Klubban. A civil szervezetnél hagyomány, hogy minden évben köszöntik a kerekévfordulós klubtagokat. Az idei évben azokat, akik 1956 és 1961 között születtek, vagyis összesen 36 klubtagot köszöntöttek. Én úgy gondolom, hogy a születésnap az igaziból családi ünnep. Na most arra gondoltunk ezelőtt 20 évvel, hogy akik 5 évenként ugye esnek ebbe a folyamatba, szabad így mondanom, akkor minden évben köszöntjük. Hát azok közül már sokan nem élnek, de mi még itt vagyunk, akik itt vagyunk. Na, ennek az évnek a sajátossága, hogy úgy az előbb mondtam, itt vannak mindazok, akik 56-ban születtek, és azok közül hárman vannak olyanok, akik pont a oldalom időszakában, a oldalom időszakában. Ezzel az eseményre meghívtuk dr. Beró Henriettát, városunk alpolgármesterét, aki mindig örömmel jön közénk, hiszen, hogy mondjam, azt mondja, feltöltődik, inkább mi töltődünk fel azokkal a gondolatokkal, amit ő mond, de tényleg jó hangulatban, és azt mondja, hogy itt mindig vidámság van. Hát ma is vidámság lesz, 36-ból 16 valódi civil. Mostani értelemben ugye nem katona özvegy, tehát kevés kötődése van a honvédséghez. És én annak nagyon örülök, hiszen ez is mutatja, hogy valóban civil szervezet vagyunk. És ahogy minden évben, most sem maradtak el a születésnapi ajándékok. Most már évek óta a nyugdíjas kalendáriumot és a jövőre szóló naptárt adunk ajándékba, és egy nagyon szép emléklapot. Most ebben az évben én is kapok ilyen emléklapot, mert kiérdemeltem 75-öt. Boldog születésnapot mindenkinek! Nyitott ajtóknál zajlott az oktatás a tantermekben és a műhelyekben egyaránt a Bláthy Ottó középiskolában.
Az általános iskolák 8. tanulóit várták, hogy közelebbről is megismerkedhessenek az intézményben oktatott szakmákkal. A kerékcserétől a hegesztési szimulációs rendszeren keresztül egészen a sminkelésig mindent kipróbálhattak az érdeklődők. Az elmúlt évekhez hasonlóan ugye mindig igyekszünk úgy bemutatni a szakmáinkat, hogy azt a gyerekek ki is próbálhassák, és szeretnénk egyben, hogy azért a szülők is eljöjjenek velük, ezért ugye délutára tettük a nyílt napnak a kezdését, most csütörtökön 4:45-kor várjuk őket szeretettel, megnyitjuk a műhelyeink ajtajait ugye, és a tantermeinket, és minden szakmát, amit az iskolába oktatunk, a gyerekek kipróbálhatnak, utána pedig a szülőknek tartok egy tájékoztatót, és ott meg tudjuk beszélgetni azt, hogy mi milyen gyerekeket várunk, ugye milyen tanulmányi eredménnyel, és kiket szeretnénk, hogy jöjjenek hozzánk. A szakgimnáziumi osztályainkból ugye lesz belügyi rendészeti, nagy örömmel mondhatom, hogy két osztály is az, amit indíthatunk. Hosszú évekig ugye jellemző volt a Blátira a kozmetikus képzés, csak ezt egy időre egy kicsit abba hagytuk, és szeptembertől újra tudunk ebbe az irányba indulni. Informatikus képzéseink is lesznek, ketkem informatikus képzéseink, gépgyártás technológiai technikus, ugye emellett még az autószerelő, autoelektronikai műszerészek, akiket várunk a szakgimnáziumi képzésbe, és emellett még a logisztikai és szállítmányozási ügyintézők lesznek. És ugye van a másik vonal, a szakközépiskola, ugye, amit eddig szakképzésnek, szakiskolának neveztünk, ez az úgynevezett 3 éves képzés, ebbe várjuk a hegesztőket, szerszámkészítőket, karosszérlakatosokat, hűtő- és légtechnikai rendszerszerelőket. Ugye mi maximálisan gyakorlatközpontúak vagyunk, 9. még a gyerekekben vannak a műhelyben állunk itt a szakmatanulás során, a 3 éves szakmatanulás során, viszont 10-től már tanuló szerződéssel ugye mennek ki a vállalkozók mellé. És ami még egy újdonság igazándiból, hogy a szakgimnáziumi képzésben is már előjön ugye az, hogy a gyerekek kint tölthetik a gyakorlatokat a különböző munkahelyeken, úgyhogy 10. évfolyamtól már a gyerekeink, ők is kint vannak a szakgimnazisták. A szakgimnázium osztályunkban 6 osztályt szeretnénk és tervezünk indítani, ugye az előbb említett már ágazati irányokba, és a szakközépiskolába pedig 3 osztály az, amit indítunk, és a tavalyi évhez hasonlóan egy 250-300 fő lesz az, akik új tanulók lesznek szeptembertől az iskoláinkban. A nyílt napra nem csak a 8-osokat és szüleiket várták, hanem azokat is, akik az intézmény felnőtt képzési szakjai iránt érdeklődnek. A 6 és 12 év közötti tatai iskolásokat várták a Városházán a szokásos évi diák közmeghallgatáson. A nagy érdeklődést kiváltó közmeghallgatáson Mihül József polgármester az aktuális tatai fejlesztésekről, tervekről és lehetőségekről számolt be a tatai ifjúságnak. Egy ilyen közmeghallgatás alkalmából mindig valamilyen témaköré szoktuk csoportosítani felnőtteknél is, ott is decemberben a utolsó képviseletestületi ülésünkön lesz a közmeghallgatás, ott a költségvetés lesz a fő téma. Itt most pedig azt találtuk ki, hogy egy kicsit bővebben beszéljünk a tatai ifjúságnak, fiataloknak a város fejlesztéseiről. Mi minden az, ami elkészült, vagy ami készülőben van, amit elgondoltunk az idei esztendőre, hogy állunk ezekkel, milyen lehetőségek nyílnak előttünk a közeljövőben, milyen új pályázatok vannak, tehát arra gondoltunk, hogy erről fogunk velük beszélgetni, és hát ilyenkor mindig nagy izgalommal várom én is a kérdéseiket. Nagyon izgalmas, érdekes dolgokat szoktak megkérdezni, és mindig belehasítanak a súlyos kérdésekbe is a fiatalok, úgyhogy ezt külön szeretem náluk, és nagy örömmel beszélgetek velük a város jövőjéről. A közmeghallgatás célja, hogy a fiatalabb korosztály tagjai is elmondhassák véleményüket az őket érintő városi ügyekről, és tapasztalatokat szerezzenek a részvételi demokrácia terén is. A mai diák közmeghallgatás célja elsősorban az, hogy azok a diákok, akik közvetlenül nem vesznek részt a diák önkormányzat működésében, tehát itt értve az 1.-6. osztályos fiatalokat, ők is szervezett formában mondhassanak véleményt arról, hogy azokról a dolgokról, amik itt a városon belül érintik őket, és másik célja pedig az, hogy a képviselőtestület és a városvezetése is első kézbe kapjon információt a legfiatalabbaktól. Körülbelül visszajelzések alapján egy 50 diákra számítunk. Talán a játékok, játszóterek, leginkább a játszóterek, amik kitégető problémák már az elmúlt évben is többször felmerültek,
Továbbá hát maga a műfáz épületének a sorsalmi kérdéses, és ugye őket mindig érdekli, nagyon sok programjuk van ott. A polgármesteri beszámoló után a gyerekek számos kérdést tettek fel. Többek között a parkolással, a kerékpárutakkal, a szemeteléssel és szeméttárolókkal, valamint a művelődési házzal és a buszpályaudvarral kapcsolatban. A diákok kérdéseire Mihály József polgármester és dr. Varga András önkormányzati képviselő válaszolt a közmeghallgatáson. Tatán mutatkozott be negyedszer Zéler Katalin kiállítása, melynek képein keresztül mutatja be a Szent Jakab zarándokutat. A kiállító 2014-ben közel 70 zarándokkal együtt vágott neki a 200 kilométeres, 8 napos útvonalnak, amit sikerrel teljesített is. Első útjáról több mint 650 képpel tért haza. A következő évben kaptunk egy felkérést, egy lehetőséget, egy fotópályázatra, amit a szervezők rendeztek, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy csinálok egy önálló fotókiállítást. És idén márciusban, vagyis nem májusban meg is történt ennek az önálló fotókiállításnak a megnyitója Tatabányán. Igazából szeretném megismertetni az emberekkel azt, hogy milyen is ez a Szent Jakab zarándoklat, hogy milyen egy zarándok élete, mit él át, milyen barátokat szerez, milyen élményekkel, milyen tapasztalatokkal lesz gazdagabb, ha végigjárja ezt az arándoklatot. A Camino Hungaro fotópályázaton két képe is bekerült a díjazottak közé. Az alkotásoknak egyébként azért nem adott címet, mert mindegyikhez egy-egy történet, érzés kapcsolódik, amit egy szóban nem is lehet kellőképp kifejezni. Az emberek jóságát, az önzetlenséget, szeretetet, nagyon sok barátság köttetett. Úgyhogy én ezek azok, amik nekem fontosak voltak. És azt mondom, hogy picit másabb ember is lettem, mire végig jártam ezt az utat. Divatos szóval élve, kilépünk a komfortzónánkból, olyanokat teszünk meg, és annyira feszegetjük a határainkat, amit igazából az ember önmaga nem képes, nem hiszi el, hogy ezt meg tudja valaha is csinálni. A megnyitón egy barátságos hangvételű előadás is várta az érdeklődőket, mely betekintést engedett a zarándokok mindennapjaiba, megpróbáltatásaikba és élményeikbe. Amikor én először hallottam Katának erről az útjáról, akkor döbbentem rá, hogy mennyivel mást gondoltam én az ilyen zarándokutakról, mint ami az ő élménye, illetve hát most már tudom, hogy másnak is hasonló élménnyel bírt egy ilyen út, meg ezek a zarándokutak. Én azt hittem, hogy ez csak egy önkifejezés, egy saját magát kipróbálni akaró embernek a tevékenysége, és végül kiderül, hogy egy ilyen út során mennyire másképp látja a világot, mennyivel más tapasztalatokkal érkezik vissza, mint amivel elindul. Zéler Katalin 2017-ben egyedül készül megtenni a zarándokutat, ezzel is felkészülve az úgynevezett Nagy Caminóra. Bevetették kreativitásukat a koszorú készítő versenyen a Jávorka Sándor mezőgazdasági szakiskola tanulói. Volt klasszikus, formabontó, egyszerű és sok anyagot felvonultató alkotás. A művelődési házban ehhez kapcsolódva még más karácsonyi ihletésű díszeket is meg lehetett tekinteni. A győztes munka ez a koszorú lett. Készítője azt mondta, egy teljes napig tartott, még végül összeállt az alkotás. Szoros volt az állás, mert ugye díszlemények és virágkötők is voltak, így persze voltak kicsit gyengébb munkák és erősebbek is. Nehéz volt. Sokat dolgoztam rajta, egy teljes egész napot. Elsősorban mi ezt az adventi kötőversenyt hagyományból csináljuk, tehát ez már évek óta mindig visszatérő verseny. Tehát egyrészt ezért, mert ez már egy hagyomány nálunk, másik pedig azért, mert ez egy alkalom arra a gyerekeknek, hogy megmutassák, hogy ők mit tudnak, mi lakozik bennük, itt ki tudják élni a kreativitásukat, az ügyességüket, és nem utolsó sorban el tudják helyezni önmagukat az iskolán belül, a társaságon belül, hogy ők most éppen milyen szinten vannak ebbe a tudományba, mint a virágkötészet, vagy ezen belül a koszorúkötészet. A versenyben nem is a helyezések, inkább a gyakorlás játszotta a fontosabb szerepet, a diákok pedig élvezték a kihívást. Mi, akikkel együtt dolgoztak a gyerekek, mi látjuk a szépségét is, a hibáit is, hogy milyen nehézségekkel küzdöttek.
Mi nagyon meg vagyunk elégedve, mert elfogultak vagyunk egy kicsit, és tehát mi tudjuk, ismerjük a háttér, tehát itt leginkább olyan anyaggal dolgoznak a gyerekek, amit ő maguk gyűjtenek velünk együtt sokszor. Tehát nem annyira az anyagi háttér nagyon sok helyen nincsen meg, van, akinél megvan, tehát azért úgy az úgy látszik is, de van, aki tényleg mindent ő maga gyűjtöget, tehát még azzal plusz beletesz egy csomó plusz, hogy ő az, aki összeszed mindent ahhoz, és aztán még hozzáteszi a saját kis gondolatait, és kitalálja. Tehát ez egy olyan folyamat, ami rengeteg lépésből áll. A virágok ugyan elhervadnak, de a versenyben szerzett tapasztalatokkal bővül a diákok tudása, szakmailag pedig megkönnyíti a későbbi munkát. Közel 20 javaslat érkezett be a Tatai Értéktár Bizottsághoz az elmúlt időszakban. A bizottság tagjai üléseiken ezeket külön-külön megvizsgálják és részletesen megbeszélik, hogy melyiket érdemes felterjeszteni a megyei értéktárbizottság elé, ami egy későbbi lépcsőben akár Hungarikum is lehet. Az értéktárbizottságok néhány éve alakultak országszerte. Mi 3 éve működünk, sok-sok javaslatot kaptunk, ezeket mi végig beszéljük, átnézzük szakmailag, véleményezzük, és ez kerül el a megyei értéktárbizottságba is. Na most ezek a javaslatok lehetnek épületekről, szokásokról, egy-egy tatai születésű embernek a munkásságáról, mondok így példákat, mondjuk épületet tekintve a bármelyik templomot nézem, vagy a malmokat nézem, de munkásságot lehet a Passzari János munkásságát is figyelembe venni, mert az is tatai érték, de tatai érték mondjuk a Kálvária domb, hiszen ez egy országos földtani bemutató hely a maga geológus kertjével. Ezeket mi továbbítjuk, és amennyiben a megyei értéktárbizottság úgy ítéli meg, akkor eljut az országos bizottsághoz, a Hungarikum bizottsághoz, és akkor Hungarikum lehet. Most én úgy tudom, hogy egyetlen egy dolog van a megyébe, a Sagia arab lófajta, amelyiket Hungarikumnak fognak minősíteni. Hát itt mondjuk Tatán megyei értéktárban nagyon sok olyan különleges épület, munkásság, vagy tatai sokadalom például, az is belekerülhet, mint tatai érték, vagy a vadló sokadalom, ha most aktuális akarok lenni. A mai témában 18 ilyen javaslatot tárgyalunk. Többek között például Magyarinak a munkásságát nagyon alaposan. Én úgy gondolom, hogy hát ha nem is Hungarikumként, de az Országos Értéktárbizottságba bekerülhet. Arra biztatok minden tatait, hogy bármilyen dologban a helyi értéket gondol, ami egy kilométer kő is lehet mondjuk, ami több száz éve ott van valahol, mert ilyet is láttam, nyugodtan keresenek meg bennünket itt a hivatalba, eligazítást, és segítünk kitölteni az űrlapot, bárkiről, bármilyen javaslatot szívesen fogadunk a tatai állampolgároktól. A Magyar Tudomány ünnepe alkalmából 4 alkalmas programsorozatot hirdetett a Posztocki Károly Csillagvizsgáló és Múzeum. Az előadások fő témája természetesen minden egyes esetben a csillagászathoz köthető volt. A program jól sikerült, sokakat sikerült bevonzani a csillagdába. Hát érdeklődés az elég jó volt, elég sokan voltunk, kivéve egy alkalommal, amikor az időjárás annyira megtréfált, hogy szakadt az eső, hideg volt, fújt a szél, nem úgy mindig olyan teltház, illetve teltház közeli látogatottságunk volt, hogy nagyon örülünk neki. Az előadások azok meg remekek voltak mindenképpen, minden előadás nagyon jó volt, és most történt meg, hogy egy igazi akadémikust is tudtunk fogadni, tehát eddig itt a csillagdába akadémikus professzor még nem volt, most viszont ő kezdte a Magyar Tudomány ünnepét, akkor volt a nagyon teltház, nagyon-nagyon teltház volt. A csillagászati volt a fő téma, és tulajdonképpen az aktuális, legérdekesebb témaköröket vettük szépen sorban 4 előadás keretében. Most a legutolsó meg a távcsövekről fog szólni, a nagyon-nagyon nagy távcsövekről is. Kizárólag tudományos távcsövekről, tehát a Nagy Csillagászati Obszervatóriumok távcsöveiről lesz szó. Elég komoly technika ez, nem csak optika, mechanika, gépészet,
Tehát igazából most talán annyira nem is csillagászatról lesz szó, hanem ezeknek a technikájáról, és tényleg főleg a nagy optikai táv, földi telepítésű optikai távcsövekről. Bízom benne, hogy az egész történet érdekes lesz. Általában ilyenkor, legalábbis számomra az az érdekes bennük, hogy ezek nem ilyen kicsikék, amiket a boltban meg lehet kapni, hanem extrém méreteik vannak mindenben. Hát az áruk is természetesen, tehát határa csillagoség szó szerint. Bízom benne, hogy más is észreveszi bennük ezeket az érdekességeket. Tapasztaljuk most elég sokszor, kevesen néznek az égre, nagyon kevesen néznek az égre, de ha felnéznek, akkor csodálkozzuk, hogy tényleg van valami felettünk, mondjuk a felhők fölött is, mert fölfelé este már nem nézünk. Hát még távcsővel is nézzük, mert nagyon meg tudnak azért a látogatók ilyenkor lepődni. Mivel lehet őket buzdítani? Hát a mai világban én azt mondom, hogy szerintem talán az, hogy bejárhatják a világot. Tehát ha valaki most egy ilyen távcső közelébe szeretne jutni, és nem csak a számítógép mellett ülni, mert ilyen is lehetséges ma már, de szeretne egy ilyen távcsővet megnézni, ezt is lehet, akkor be kell járni a világot, és van rá lehetőség is. Ízletes saláták, gyógyteák, gyümölcsök és zöldségek sorakoztak a Vaszari iskola tantermeiben megterített asztalokon. A Vaszari iskolában már hagyomány, hogy novemberben szerveznek egészségnapot, amelyen az egészséges életmódra szeretnék felhívni a gyerekek figyelmét. Nagyon fontos, hogy a gyerekek egészségesen éljenek, és ezt otthon szülőktől is biztosan nagyon sok információt kapnak erről az egészséges életmódról, de mi is itt az iskolában nagyon nagy hangsúlyt fektettünk rá. Vannak szülők, akik szintén bekapcsolódtak ebbe a programba, valamint volt Vaszari és diákok is. Minél nagyobb tömeghez szeretnénk eljutatni ezeket a fontos dolgokat az egészséges életmódról. Ez a mai nap folyamán itt különböző ételek kóstolásával, ami ugye nagyon tetszett a diákoknak, akár tea, akár saláták, és mindezek mellett Totóban, amit a gyerekek állítottak, ők is állítottak össze, valamint együtt ellenőrzik. Nagyon-nagyon fontos, és ezek az előadások is szerintem mind-mind azt szolgálják, hogy a gyerekek minél egészségesebben éljenek. Ezen kívül is figyelmeztetjük a gyermekeket arra, hogy mi az, ami káros a szervezetükre, tehát a megelőzés nagyon fontos számunkra. Előadásokat tartanak a védőnő, mondom tanítványok, vagy akár a testnevelési egyetemről is voltak itt diákok, akik ebben a témában előadásokat tartottak a gyerekeknek, és nem csak előadásokat, hanem beszélgetések történtek a gyerekekkel. És szeretnénk majd idővel, hogy az iskolai menza is egy kicsit még egészségesebb legyen, mint amilyen most. Nagyon sokféle programmal készültünk, van totó, igaz, hamis, puzzle, saláta kóstolás, tea kóstolás, mert még sok más. Valamint volt vaszaris diákok jöttek a hívfertőzésről és az écről egy előadást tartani. Eddig a saláta kóstolás volt mindenkinek a kedvence, amikor a tanárok körbe mentek és megkóstolták, hogy meg kinek a legjobb, kinek milyen ízű, stb. A salátákat egy szintén pontozásra kerülő versenyszámnak lehet mondani, amiket otthon elkészítettek és beosztak az iskolákba. Azért fontos ez a mai nap, hogy minden gyerek megtudja, hogy miért fontos az egészsége, mit tehet azért, hogy minél egészségesebben éljen, és hogy minél tovább élhessen. A gyerekek sokat készültek a versenyre. Minden évfolyamon minden osztály megmérette magát, osztályonként, vagyis csapatonként 5 fő versenyzett. Thank you.